A Puskás Akadémia Ferencvárossal találkozik az OTP Bank Liga 24. fordulójában, és eddig egyetlen egy alkalommal mérkőzött az első osztályban a két csapat egymással. Fábio zárkózik. Nagy fejes! Tischler próbálkozott 12-13 méterről. 19. perc. Cvitkovic. Hát a hosszú oldal irányába, óriási védekezési hiba, Dibusz nagy védése. Finoman megpróbálta eltenni a kapus fölött mellett. Ez most egy nagyon komoly védekezési hiba. Hiába birtokolja többet a hazai csapat a labdát. Az igazán nagy helyzet a mérkőzésen mind a kettő, amit eddig láthattunk, a vendégcsapat, a Puskás Akadémia előtt adódott. Ugye a 10. percben Tischler fejese, ami középre ment, utána pedig Szakály. Finom emelése, amit Dibusz hárított néhány perccel ezelőtt. Megint a Puskás Akadémia támad, oldalháló. Cvitkovics egy csel, és utána lő, mellé ment. Nem sokkal ment mellé. Fügykoncert, önök is hallják. Jól csavarja el! Fölé száll. Nem ment lejjebb, ez volt Dibusz szerencséje. 32. 33. perc. Kifejelt labda, Polonkai összeszedi, mellé megy! Gyorsan elvégzett szabadrugás, kifejelt labda, Pavlovics bólintotta ki, lekezeli a Puskás Akadémia játékosa, de a lövés mellé megy. Jovanovics, Böde irányába, Böde mellé maga elé teszi. Hát, nézzük meg azt a lassítást, én azt mondom. Itt van Böde, leveszi a labdát. Nem tudom. Ügyesen engedte maga elé a labdát, Lencse! Dibusz véd! Szakály emeli középre. A kifejelt labda a vendégeké. Dibusz! Pedig Cvitkovics lövése, szerintem ha nem ér bele Dibusz, akkor bemegy. Na nézzük csak. Nem kellett hozzáérni. Csukics. Ez most jó meglátás. Szomália, Leonardo, és most 4-4 ellen fordulhat a Ferencváros. Leonardo gyorsít föl, visszapattan elé a labda, 11-es. A játékvezető habozás nélkül a büntetőpontra mutatott, és hogyha ez sárga lap, akkor a második sárga lap. Kiáll. Hátrébb kell rakni. 2 centivel, 3-mal. Igen, valószínű, hogy ott egyébként van egy kis gödör, és ezért teszi kijebb Mateusz a labdát, mert lehetett látni, hogy leteszi oda, ahova egyébként kellene, akkor visszagurul. Na nézzük, Hajduk és Mateusz. Belövi, hosszas húzavona után, tartott vagy 3 percig vezet a Ferencváros Mateusz góljával. Jó irányba mozdul egyébként Hajduk, úgymond rajta volt a lövésen, de nagy erejű volt. A büntető, nem volt esélye elérnie a kapusnak. Szakály, Holman és Szakály, Polonkai jobban helyezkedik, Lencse lett, csap a labdára, Lencse zicserben, visszacselez, Hát ezt alaposan elügyetlenkedték. Puskás Akadémia az első fél időben egyértelműen itt a Puskás stadionban a Fradi fölé nőtt, az egyértelműen a második játékrészben pedig emberhátrányban is. Én úgy gondolom, hogy jobban játszik a Ferencváros, akkor is, ha most kontrából Leonardo elindul. Leonardo megtolja, Tóth mellett, Leonardo zicserben, Hajduk. A legnagyobb Fradi helyzet. A 91-92. percben Leonardo végképp eldönthette volna a mérkőzést. Hajduk védett. Mateusz 11-es góljával. A Ferencváros 1-0-ra legyőzi a Puskás Akadémiát.